Két hét múlva kezdődik a gabona betakarítása. Hogyan készültek fel gépparkjukkal erre a karcagi gazdák? Erről Huba Imre Csabát, annak megyei elnökét kérdeztük. A vírus helyzet miatt a gépszemlét a gazdák egyénileg végzik. Mindenképpen indokolt, hogy megfelelő gép felkészültséggel indulni az aratásnak. Ehhez a NAK tájékoztatót juttatott el a tagok, a gazdakörök, falugazdászok részére, amiben felhívták a figyelmet arra, hogy nagyon fontos a megbízható gép. A természet az nem vár, tehát mindenképpen indokolt az, hogy a aratás előtt megfelelő felkészültséggel induljunk az aratásnak neki. Ennek megfelelően a kamara részéről mi adtunk egy szignalizációt, egy tájékoztatást a tabok részére, a gazdakörök részére, a falugazdászok részére, tehát a gazdatársadó, az agráriumot érintő minden réteg részére. Felhívtuk a figyelmét arra, hogy nagyon fontos, hogy egy megbízható gépszemle legyen helyileg megoldva. Ha néhány összefognak is, az is egy jelentős dologhoz, hiszen egymástól is tanulunk, egymásnak a munkáját elősegítjük. Tehát a aratási gépszemle olyan szempontból megtörténik, hogy helyileg minden gazda saját körülményeknek megfelelően felkészül rá. Megyei szinten pedig megadjuk ahhoz a lehetőséget információba, elérhetőségbe, hogy a megfelelő műszaki háttérrel, alkatrészellátással, gépjárműek vizsgáltatásával, szakszerű használatával kapcsolatban minden információt megadjunk az illetékes szerveken keresztül. Úgy gondolom, hogy ez az új helyzet nehezíti a körülményeket, más helyzetet teremtett, de mi ehhez alkalmazkodva tudjuk biztosítani a gazdatársak részére, hogy hatékony felkészüléssel biztonságos aratást tudjanak végrezni. Ma már nem jellemzőek a 20 éves gépek. Pályázati forrásokból az elmúlt 10 esztendőben nagyobb jelentős fejlődés volt. A traktorállományt, a szakképzettséget és a betakarító kapacitást tekintve is a világ legkorszerűbb gépei állnak Karcagon rendelkezésre. Az aratóbrigádok szervezettsége és a műszaki fejlesztés biztosítja az aratást. A szántóföldről a termést biztonságosan be tudják tárolni. A műszaki fejlesztések kapcsán az elmúlt 10 esztendőben nagyon jelentős fejlődésen mentünk keresztül, úgy a traktorállományt tekintve, úgy a szakképzettséget tekintve, úgy a betakarító kapacitást tekintve. A világ legkorszerűbb gépei állnak rendelkezésre, és elavult régi gépek szinte nincsenek. Tehát hatékony, megfelelő minőséget biztosító arató brigádok, illetve arató gépek állnak rendelkezésre, megfelelő szervezettséggel. Ez a műszaki fejlesztés egy nagyon komoly eredménynek a birtokában biztosítja az aratásnak a műszaki hátterét. Ez nagyon fontos, műszaki felkészültségben gazdatársaim azok képzettek, felkészültek, lelkiismeretesek, megvan, hogy ki hova viszi a terményét, tehát gyakorlatilag a szántóföldtől a feldolgozóhelyig rendelkezésre áll minden, tehát a szervezettség, a kapacitás, kihasználás, illetve a lehetőséget birtokába ezt a termést biztonságosan be tudjuk takarítani. Az aratás az őszi árpával kezdődik 24-25-e körül, és július 25-ig tart, ha nem lesz rendkívüli csapadékos időjárás. Gyakorlatilag 24-e, 25-e körül kezdődik, a betakarítás várható időpontja pedig július 25-e körül van, tehát gyakorlatilag ez az időszak alkalmas arra, hogy egy hónap alatt betakarítjuk a terményeket. Ha jó idő lesz, tehát nem lesz rendkívüli csapadékos időjárás, akkor hamarabb is megtörténik, de az nem baj, hogyha egy-két napot pihenünk, mert ugye a szokásos mondás arató hever, kukorica csövel, tehát gyakorlatilag a csapadékot is várjuk. Tehát én úgy gondolom, hogy egy hónap alatt szakszerűen be tudjuk takarítani a terményeinket.